Be politikával megyünk tovább. Márkizai Péter és Gyurcsány Ferenc egyformán felelős a baloldal választási kudarcáért, legalábbis a nézőpont legfrissebb felmérése szerint. Az aktív szavazók csak nem három mindkét politikust ugyanannyira tartja hibásnak a történelmi vereségért. A baloldali táboron belüli feszültségre utal, hogy még a saját szavazóik egyharmada is felelősnek tartja a két politikus valamelyikét. Valás. Már is kibontjuk a részleteket. Köszönjük szépen, itt van velünk Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője. Tiszteletem, jó estét, jó estét kívánok! Jó Meg is fogjuk mindjárt mutatni kollégám, így majd kiteszik ide mellén képernyőre a kutatásukat, aminek két része is van, amit két részben csináltuk meg, és érdekes ugye, hogy itt a felvezetőben hallhattuk, ha belemegyünk a részletekbe, hogy a válaszadók mintegy 57%-a, mint a két politikust itt láthatjuk is, egyformán felelősnek tartja a kialakult választási verességet. Na nézzük akkor, ön szerint kinek mi a személyes felelőssége? Mi Márki Péter és mi Gyurcsány Ferencé. Márki Zajpéter Péter felelősség egyértelműen az, hogy ő volt ennek az egész összefogásnak az arca. Bármi, amit mondott, az, az lényegében meghatározta a baloldalnak a támogatottságát. Gyurcsány Ferenc leginkább a háttérben kavarta a szálakat, rendezte a holdudvart. Ha ránézzünk a számokra, az első érdekesség, ami szembe tűnhet, hogy jelentősen többen gondolják Márkizal Pétert és Gyúcsány Ferencet felelősnek, mint egyébként lenne a Fidesz támogatottsága, ez arra sejtetni, hogy a bal egy jelentős része is nem elégedett ezekkel a politikusokkal, felelősnek tartja a nagy bukásban. És amikor kibontottuk ezeket a adatokat, akkor pontosan azt láttuk, hogy még a baloldali szavazóknak az egyharmada is mind a két személy esetében felelősnek tartja Márkizal Pétert és Gyúcsány Ferencet is. Ez alapján én nem tartom kizártnak, hogy ellenzékváltó hangulat van. Sőt, sőt, ugye jobban tartják mondjuk felelősnek ezt a két szemét, mint magát az összefogást, tehát a pártokat, akik összefogtak egy listán. Tehát a személyes felelősség nagyobb magyarul. Így van. A, Mi azért, következik ebből egyébként? Ebből azt következik, hogy van egyfajta baloldali elitelenes hangulat, ugye nagyon beszélő az az adat, hogy a baloldali szavazóknak az egynegyede gondolja, hogy az, egy, az összefogás volt a gond. Ez valóban tényleg nagyon nehéz lenne megmagyarázni azt, hogy miért kaptak egy millióval kevesebb szavazatot. Ez azt mutatja, hogy abból a politikai elitből, ami a baloldalon ül most már két évtizede, abból a baloldali érzelmi választópolgárnak elege van. Van még egy kutatás, rákérdeztek másra is, hogy a Nézőpont Intézet egy ötös skálán azt is vizsgálta, hogy a választók szerint mekkora felelőssége van a két politikusnak abból, hogy elvesztették a választást, és ebben ugye kiderült, hogy még a baloldali választók is inkább itt láthatják, és inkább Gyurcsány Ferencet tartják hibásnak, mint a Holdmezővásárhelyi polgármestert Márki Zaj Pétert, ez, ez miért alakult így ön szerint? Én azt gondolom, hogy itt a Gyurcsány Ferencnek a magas értéke az, ami elsősorban magyarázatra szorul, azért még itt csak egy fajta politikussal beszélünk, aki most már két évtizede a magyar politikában van, be tudják pontosan azonosítani a választók, a személyét, mégiscsak miniszterelnök volt 2004 és 2009 között, és hát a kormányzása az kevés jó szóval illethető, magas államadóság, magas munkanélküliség, ez a fajta vélekedés Gyurcsány Feresző valószínűleg ebben a kutatásban is tükröződött. Még Márki Péternek az alacsonyabb szám, ami egyébként magas szám, tehát ezt ki kell emelni, hogy alacsonyabbnak tűni Gyurcsány Ferencnél, de ez is egy nagyon magas szám, az nagy annak köszönhető, hogy a politikában viszonylag friss, de jól jelzik ezek a magas számok, hogy most már gyakorlatilag mindenkinek ismerős az a név, hogy Péter, és tudott valahogy véleményt alkotni. Mégis kimaradhat meg kettőjük közül meghatározó politikusként a magyar közéletben. Ugye Márkizoly Péter most azt tervez éppen, hogy pártot alapít, sokan mondják azt az ellenzéki oldalon, de ezt nem nagyon kéne erőltetnie. És mi a helyzet Gyurcsány Ferencse? Hiszen Gyurcsány Ferencnek mondják azt, hogy az ő számlájára is írható, vagy nagy részben az ő számlájára írható, sokan fogalmaznak így, a négy Fideszes kétharmad 2010 óta. Márkizaj Péter a politikában egy egyéni vállalkozó, azt azért érdemes megemlíteni, hogy most bejelentette az új pártját de korábban két másik pártot szeretett volna ennek a pártnak az alapjául, az új Néppártot, a Pálinkás József féle új a Gémesi Györgyféle új kezdetet, mind a két politikus kihátrált már. Ezt akartam mondani, megől. hogy ne, most már gyakran. jelezték, hogy nem akarnak csatlakozni. Így van, szövetségesek nélkül maradt, ami nem csoda, hiszen egy történelmi vereség után van Márki Péter, nincsenek erőforrásai, nem azonosíthatóak a szavazói, hogy vannak egyáltalán. Ezzel szemben Gyurcsány Ferencet lehet szeretni, nem szeretni, a politikai teljesítményt azonban azért kell ismerni, mert mégiscsak tíz évvel a 2010-es Orbán koron megalakulása óta. Elég sokszor megtörtént az, hogy a DK, az ő pártja, az épp csak bejutott a parlamentbe, vagy épp csak be tudott jutni maga Gyurgyen Ferenc a parlamentbe. Most 2022-ben mégis ott tartunk, hogy Gyurcsán Ferenc nem csak tényező, de a legjelentősebb tényező a baloldalon. Milyen lehetőségei vannak neki most a következő időszakban a parlamenti politizálás terén egyrészt, másrészt pedig a baloldali politizálás terén belül? Tehát ő mennyire darálhatja be még jobban a baloldal, de sokak szerint már így is bedarálta. Szerintem Gyurcsán Ferenc nagyon régóta egy nagyon lassú, de biztos stratégiát űz. Ha visszatekintünk a DK történetére, akkor azt látjuk, folyamatosan valamilyen mértékben, de fejlődött. Most ez a választás sikeresnek értéket a DK szempontjában, már csak azért is, mert a mandátumokat megduplázták, az ezzel járó állami források ki fognak bővülni, a holdudvar tovább tudják mélyíteni, és azért azt se felejtsük el, hogy mögöttük van kormányzati tapasztalat, úgyhogy biztosan a DK gyökeretről tereszteni, és tovább fog terjeszkedni, már csak azért is, mert ha visszagondolunk, akkor korábbi választások után is volt olyan, hogy a DK sikeresen szólított át mondjuk az msp ből képviselőket, polgármestereket a saját pártjába, Jelenleg az a helyzet áll, hogy az lnp nek az országgyűlési frakciója az a DK jó indulatától függ, ez is kitulakítani egy ilyen függőségi viszonyt úgyhogy úgy tűnik, hogy Gyurcsány Ferenc kezé van az összes kártya. Legutóbb azt mondta, hogy a Gyurcsány Ferenc a választás értékelő beszédében, hogy legyetek Gyurcsányok, merjetek Gyurcsányok lenni. Az a kérdés, hogy bár a dk valóban a legnagyobb frakció, ellenzéki frakció, bocsánat, az országgyűlésen belül, de kialakulhat-e a többiekben egy Gyurcsány ellenes hangulat? Szóval elképzelhető-e az, hogy legyűrik, úgymond politikailag Gyurcsány Ferencet a következő időszakban a többi ellenzéki párt. Mert ugye a holdudvar, a baloldali holdudvar értelmiség részéről azért vannak, akik azt mondják, hogy Hát bizony, Gyurcsány Ferenc személye az, az újra és újra ö, akadály lehet abban, hogy az ellenzék kormány tudjon váltani. A kutatásból is az derült ki, hogy nagyjából a baloldali szavazók egy tartja őt felelősnek, a másik része viszont nem tartja felelősnek. Ebből kiindulva, és a történelemből kiindulva azt azért látjuk, hogy voltak Gyurcsány ellenes kezdeményezések 2006-tól kezdve. Ez volt a Jobbik, az LMP. Ma már LMP-ről nem igazán beszélhetünk, Jobbikról pedig körülbelül pont annyira, mint az LNP-ről, Gyurcsány Ferenc viszont tovább is a politika meghatározó része. Én úgy gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc túl fogja élni mindenfajta baloldali politikai támadást, és maga alá fogja, tű, maga alá fogja tudni gyűrni az egész baloldalt. Hogy látja? Meg tud újulni ez a baloldal a parlamenten belül, ez a hat ellenzéki párt? Most rájuk gondolok elsősorban, akik az összefogást alkotják. Tud tenni valami olyan meglepő, Tudnak olyan meglepő húzást tenni, amivel ki tudnak úgymond mászni a gödörből képletesen szólva, amiben most vannak? Jóslásban nem mennék át, de az biztosan állíthatom, hogy az a fajta politika, amit most is elkezdtek, hogy akkor nem ülnek be a parlamentben, nem veszik át a mandátumokat, ebben semmi innovatív nincsen. Ezt csinálták az elmúlt ciklusokban, ez biztosan nem a megújulás kulcsa. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget.